Mit gondolsz, Szalludea jöjapostás? Zalkóra. Igen, így. Hozz egy nagy, nekünk ajándékot küldtek Magyarországról, értette, de rokonság, hogy ne küldtek volna semmit. Hát te meg vagy bolond. Meg. Hát az ajándéknak örvendeni kell. Csak állj meg egyszer, hogy mi volt abban a nagy tobozban. Ugyan. Ekkora volt, né? Ó, persze, vedd eszébe a kazáit. Eszébe. Annél nagyobb nem volt. Menj el, hát én vittem be a házba, ezt én tudom, alig bírtam be. Életibe jár. Mit gondolsz, komám, abban a nagy tobozban mint kávé volt? Azt írt a tobozon, hogy Jakob vagy mi a súly, tudja a súly, már meg is felállt. Jakob kávé. Jakobka. Valami olyasmit írt, ha nem hallod. Mi nem tudtuk Erzsivel a feleségével, hogy mi az a kávé. Ezelőtt nem volt ez a nagy kávés világ, mi nem kávéztunk. Eleget bé van jövő. Mi? Azt gondoltuk valami ételfél. A kávénak? Erzsi azt mondja egy este, hogy ő felik vacsorára megfőzi. Vacsorára kávé? Mondom, azt gondoltuk, hogy ételféle. Ilyen embereket, hé? Mondom, főzze. Elévette a nagyobb büstöt. Feleszerűt oda tette, komám, az üstbe. Az üstbe. Édes jó isteni. Hanem hallod-e, mikor kezdett főni, ön ereje a házba? Mondom, Erzsé, nem tudom már miféle étel lehet. Azt mondja, a kredenzből vegyed ki a tangyérokot. Tangyérbe? Én eléaszkod a nagy kübős tangyérokot. Hanem hallod olyan fekete lává. Én csodálkoztam. Hát a kávinak jó, hogy nem pirosan. Egy-egy olyan nagy tangyérval lettes komám. Olyan híg volt. Mondom Erzsinek, aprítsunk belé kenyeret. A kávéba kenyeret? Ha megvagytok bolondul. Hallod-e, aprítottunk belé kenyeret. Mi megettük, na mondom, Erzs! Ettől lehet nyugodtan aludni, ez a gyomrot nem tárhali le. Mit gondolsz, lefekszünk, ha nem tudunk aludni? Ha lehet-e téfél után olyan egy óra tájat? Mondom, Erzs, csak forgolódtunk. Mondom, Erzsinek, ez így tovább nem mehet. Biztosan mondom, gyenge volt a vacsora, azért nem tudunk aludni. Főzd meg a többi felitesek! Csak az egész kávét! Komán második szóra még több lett. Abba is aprítottunk kenyárát, hanem azt, amire mi megettük, mi úgy felidegesedtünk, hogy mi nem tudtunk komán visszafekünk. Kikerültünk az udvarra, Erzsivel, énnek idején. Járkáltunk el és hátra. De olyan idegesek voltunk, egymással alhattuk. Mondom Erzsinek, nagy közel gyere, már derekadot letörömte. A szegény nem is márt közel jönni, olyan ideges volt ő, és egyszer nezek utasált a kátra, és mászik fel. Jól van. Olyan ideges, jól van. Hogy akart fél mászni. Hajnal tájat, jő ki a fiam. Azt mondja, majd meg vannak-e bolondulva, mit kosornyáznak itt. Mondom neki, hogy velünk mi történt, mit vacsoráltunk, mert én sejtettem, hogy attól lehet. Hallud-e? Azt mondja, a toboszt megnézte a fiam. Maiknak beosztva ez egy esztendőre való lett volna. Jó. Egy ilyen mind megettük, komán. Kik egy ilyen pontot ettét? Igaz nekem, többet az életben kávé nem kell. Én egy életre ettem kávét. Agycsuda, agyvérzés nem kaptatottál. Agycsuda. Menj el, menj el.